Üdvözöllek az Adobe Creative Cloud bemutató alkalmából. Az Adobe Creative Cloud az Adobe egy olyan szolgáltatása, amelynek keretében a különböző Adobe szoftvereket pár ezer forintért megvehetjük, az eddigi sokszor több százezer forint helyett. A megvenni nem teljesen helytálló kifejezés, ugyanis bérlésről van szó, vagyis egy havidíjért cserében a különféle szoftvereket mi bérelhetjük és használhatjuk. Itt vagyunk most az adobe.com-on, egészen pontosan a magyar változatán, adobe.com/hu. Itt rögtön van nekünk egy tájékoztató, Adobe Creative Cloud, teljes kreatív világa minden egy helyen. És ha most kattintunk erre a sárga gombra, további tudnivaló gombra, akkor megláthatjuk, hogy pontosan miről is lenne szó. Mi ez az Adobe Creative Cloud? Az Adobe Creative Cloud gyakorlatilag egy olyan szoftvercsomag, amely magában foglal rengeteg Adobe szoftvert, kezdve az olyan ismertektől, mint a Photoshop, az Illustrator, az After Effects, Premiere és még jó néhány szoftvert. Itt láthatjuk is, egyrészt van ez az áttekintés, sajnos ezt valahogy nem sikerült magyarra fordítani, aztán van itt a design, itt rögtön láthatjuk, hogy milyen szoftvereket kapunk abban az esetben, hogyha a Creative Cloud-ra előfizetünk. Itt van a jól ismert Photoshop, az Illustrator, az InDesign és még egyéb szoftverek. Aztán megnézzük a web részleget. Akkor láthatjuk a Dreamweaver, az Edge és még egyéb szoftvereket. Aztán, hogyha megnézzük a videót, akkor pedig a jól ismert Premiere, After Effects és még egyebek. Aztán van itt fényképezés és a csapatmunkát elősegítő eszközök is. Tehát a Creative Cloud gyakorlatilag egy szoftver csomag, amelyet viszont nem kell megvennünk. Jelenleg egy havi díjért cserében mi ezt igénybe vehetjük, ami havi díj összesen 61,5 euró. Ebben már benne értendő a fizetendő adó is. A joinra kattintva elő is fizethetünk. De mi van akkor, hogyha valakinek nincsen szüksége ennyi szoftverre, akkor neki sem kell kétségbe esnie. Ha most itt a termékek, például a Photoshopot kiválasztjuk, akkor látni fogjuk, hogy innen eltűnt az egyszeri megvásárlás lehetősége. Korábban az Adobe szoftvereket csak kizárólag megvenni lehetett, aztán volt egy időszak, amikor bevezették azt, hogy bérelni is lehessen és megvenni is, aztán bevezették a Creative Cloud lehetőségét, amelynek a keretében rengeteg szoftvert vehetünk igénybe viszonylag alacsony havidíjért cserében. És most megnézzük az egyes szoftvereket, akkor azt is láthatjuk, hogy most már nincsen lehetőségünk abszolút megvenni, csak és kizárólag bérelni tudjuk. Ez a részben nagyon jó, hiszen egy kezdő vállalkozásnak nagyon nagy segítség az, hogy havi 6-7 ezer forintért kibérelhet egy szoftvert, és nem kell megvennie adott esetben 100-150 vagy több százezer forintért. Tehát nagyban segíti az elindulást és a fennmaradást is. Hátránya, hogyha valaki megvenni egy összegben, akkor lehet, hogy az adott szoftvert használja 5-10 évig is, és akkor ugye neki már ez nem nagyon éri meg ez a bérlés, hiszen időközben jóval többet kifizet, mint hogyha egyszeri díjért cserében megvenné. Tehát igazából megvan az előnye, megvan a hátránya is, az viszont biztos, hogy mindenképpen előnyös, hogy bérelni is lehet. Szóval, hogy itt vagyunk egy valamely Adobe szoftver oldalán, akkor itt van az a konstrukciók, és akkor gyakorlatilag a Creative Cloud oldalára kerülünk, ahol láthatjuk, hogy van egy free lehetőség is. Ez kicsit megtévesztő, itt csak egy 30 napos próba verzióról van szó. Aztán van a Single App, ami azt jelenti, hogy egyetlen szoftvert bérelhetünk ki, havonta 24,5 euróért körülbelül. Ha most kattintunk a Join gombra, akkor láthatjuk, hogy itt ki tudjuk választani, hogy mely program érdekel minket, amit mi bérelni szeretnénk. És itt van két előfizetési lehetőség. Egyrészt az első az azt jelenti, hogy egy éves szerződést aláírunk, ebben az esetben is havonta kell nekünk fizetnünk az adott szoftverért, viszont egy évig kötelezően fizetnünk kell. Hogyha leszeretnénk mondani, akkor annak megvan a maga díja. Aztán van a Cancel at any time, az azt jelenti, hogy havonta fizetjük, akkor, amikor éppen szükségünk van rá, nem kell egy éves előfizetést aláírnunk. Ebben az esetben viszont nagyjából 12 euróval drágább, tehát hogyha tudjuk, hogy nekünk szükségünk lesz rá legalább egy éven keresztül, akkor nyilván célszerű az egy éves előfizetést választani. És ugye itt ki lehet választani a különféle szoftvereket, hogy melyik érdekel minket. Hát van egy-kettő, ami úgy olcsóbb, de úgy igazság szerint nagy részben mindegyik 24,5 euró. És ebből következik, hogyha nekünk szükségünk van ezek közül legalább három szoftverre, akkor már valószínűleg jobban megéri a teljes Creative Cloud-ra előfizetni, hiszen akkor, hogyha megszorozzuk 3-ra 24-et, akkor már a Creative Cloud áránál vagyunk. Viszont akkor ahhoz még kapunk egy csomó extra szolgáltatást és egy halom másik szoftvert is, amit használhatunk.
Tehát akkor összefoglalva a lényeg, hogy a Creative Cloud keretében kapunk rengeteg szoftvert, itt láthatóak különféle szoftverek. Ennek a díja nem túlságosan magas, 61 euró, hogyha Magyarországról szeretnénk előfizetni, viszont ez az éves előfizetés esetén van így, ha most itt átváltunk a Cancel at Any Time-ra, akkor már kicsit drágább, akkor már inkább a 30 ezer forint felé közelít, viszont lehetőségünk van arra is, hogy egyetlen szoftvert vegyünk meg, illetve fizessünk rá elő. Ebben az esetben havonta 24 eurót kell fizetnünk, amennyiben egy éves szerződést aláírunk. Hogyha nem írunk alá egy éves előfizetést, akkor pedig 36, közel 37 eurót kell nekünk kifizetnünk. Tehát mondhatjuk, hogy 6000 forinttól mi igénybe vehetünk olyan szoftvereket, mint a Photoshop, az Illustrator, az InDesign, vagy éppen a Dreamweaver, Flash, After Effects, Premiere, és hát még egyebeket ugye. Hát úgy gondolom, ez egy nagyon jó lehetőség, így tényleg lehetősége nyílik mindenkinek arra, hogy sokszor több százezeres szoftvert megszerezzen fillérekért, és egy vállalkozás beindításánál ez tényleg óriási segítség lehet, hiszen sokkal könnyebb úgy elindulni, hogy nem kell rögtön több százezer forintos költséggel számolni, hanem egy havi 6-7 ezer forint, vagy ha nem szeretne valaki előfizetni egy évre, akkor 36 euró 37, tehát akkor valamennyivel drágább, de akkor sem olyan tetemes összeget kell kifizetni. Szóval ez egy jó dolog, mindenképpen érdemes volt róla említést tenni. Ha pedig szeretnéd megtanulni ezeknek a szoftvereknek a használatát, akkor ahhoz a videotanfolyam.hu-n segítséget is kaphatsz. Itt bal oldalt megtalálod. Egyrészt a grafika Photoshop kategóriában, másrészt a videószerkesztésben is az egyes Adobe szoftvereket. Tehát így már minden adott ahhoz, hogy ezeket a szoftvereket használni tud. Egyrészt elérhető áron meg tudod szerezni, másrészt az oktatóanyagot is megtalálhatod a videotanfolyam.hu-n.